Múlt alkalommal csináltunk egy közvélemény kutatást, és úgy tetszettek dönteni, hogy inkább egy bibliai iratot nézzünk meg, és én egy új szövetségi irat mellett döntöttem, kicsit az önök segítségével, és ez az új szövetségi irat Máté evangélium. Kicsit talányos címet adtam neki, vajon ez a cím igaz-e? Kezdjük itt. Mert az a címe, hogy a vámszedő evangélium. A vámszedő az Máté, eddig rendben van minden. Illetve itt sincs ebben minden. Máté, ez a vámszedő, nem Lévi? Ezt is ötön megbeszéljük. De neki van evangéliuma? A régi Bibliában még úgy van, hogy a Máté szerinti evangélium. Mit jelent ez? Éppen azért adtam ezt a talányos címet, hogy ezekről a kérdésekről bevezetőben gondolkodjunk. Mit jelent az, hogy evangélium? Nagyon sok ember azt mondja, hogy egy irodalmi műfaj, vagy egy könyv formaság. Igaz, hogy a második század közepétől azzá lett, de eredetileg nem egy irodalmi műfaj volt, hanem valami más, valami több, valami érdekesebb. Ez a szó, hogy evangélium, egy görög eredetű szó, ez a görög szó, ezt a múlt előadás sorozatban elmondtam részletesen, emlékeznek Homérosznál, öreg Eumachosról emlékeztünk, az Elikondásról. Aki azt mondta, hogy evangéliumot adok néked, mondta Odüsszeosznak, aki ugye nem ismert fel, mint urát, hogyha visszajön Odüsszeosz. És hát Odüsszeosz természetesen megígérte, hogy vissza tud jönni, mert ott volt. Az evangélium ebben az esetben valami kézzelfogható jót jelent. Nem egyszerűen egy jó hír, hanem valami kézzel fogható jó. És ebből az alapszóból fejlődött tovább ez a szó. Végül már, amikor Augustus császár megszületett, Észak-Afrikában találtak valamikor az 1880-as években feliratot egy Prieni nevezetű városkában, az ókori neve, és ott volt egy Augustus templom, és ebben az Augustus templomban az szerepelt feliraton, hogy evangélium volt az isteni világuralkodó megszületése. Nem az evangélium, valami olyan kézzelfogható hírt jelentett, ami megváltoztatja az emberiség, az ember életét. És így is használták az első keresztény. Az evangéliumok szóban születtek, ezt is elmondtam. És ez úgy volt, hogy emlékezni kezdtek erre az eseményre, úgy mondjuk, hogy Krisztus eseményre, és ez az emlékezés, ez mindig attól függött, hogy milyen volt a hallgató közönség. Ma már igazán a folklór nem él, és most kitör belőle egy kicsit a folklorista, de régen ugye a népmese az nem a gyerekeknek a sajátja volt, hanem a felnőtteké, és tudjuk azt például, még a 20. század első felébe gyűjtött mese, gyűjtők ezt leírták, hogy a népmese az mindig alakult, de mindig a közönségnek megfelelően alakult. Kinek mesélek? És ezt nagyon könnyű belátni, hiszen mindjárt vannak olyan történetei, amiket el szoktunk szívesen mesélni. Nem? Vannak az életünknek olyan alapvető eseményei, amit el szoktunk mesélni. Kultúra ma is egy darabig szóban él. Nem egyszerűen írás. Most ezeket a történeteket, hogyha megfigyeljük, a saját történeteket, kiderül, hogy ezek a saját történetek ilyen egységekből állnak egyrészt, másrészt pedig szóban már szinte rögzültek. Szinte ugyanazokkal a szavakkal, fordulatokkal mondjuk el azt, amit egyszer, kétszer, ötször, tízszer, százszor elmondtuk. Pontosan így voltak az első keresztény igehirdetők is. Krisztus eseményről, ami az evangélium, elkezdtek beszélni. Mert Jézus nem arra adott parancsot, hogy írjatok evangéliumokat, hanem arra adott parancsot, hogy prédikáljátok az evangéliumot. Tehát az evangélium prédikálása az azt jelentette, hogy ezeket a Krisztus eseményre vonatkozó legfontosabb alapköveket sorba-sorba mondták apáról, fiúra, tovább az ember. Igen ám,
Csak egy idő után az első tanúk, szemtanúk kezdtek meghalni, és a kereszténység is egy nagy fordulaton ment át. A kereszténység ugye Palesztinába kezdődött, az első keresztények nagy része zsidó volt, pünköskor a 3000 lélek az zsidó volt, igaz, hogy a többség az nem jeruzsálemi, hanem diaszpora beli zsidó volt, de a 60-as évek végétől egyre több pogány lesz keresztény, akik ugye nem voltak tanulni a Krisztus eseménynek. Őnekik is el kell mondani valahogy az evangéliumot. Őnekik is valahogyan tudomást kell szerezni a Krisztus eseményről. És akkor kezdenek fogyni a szemtanúk. 31 táján hal meg Jézus, és 30 év az akkor egy, mai napig is egy emberöltő. Kezdenek elkopni az öregek, a szemtanúk. És akkor mi történik? Kezdik írásba rögzíteni azokat a legfontosabb tényeket, amit az apostoloktól hallottak, vagy maguk az apostolok írják le azt, amit a prédikációban elmondtak. És ez az utóbbi lesz a hiteles norma. Ha megnézzük, ez nagyon könnyű volt, mert az a kultúra, amiben az evangélium született, az egy szóbeli kultúra volt. Most a szóbeli kultúráknak van egy sajátossága, hogy nagyon tömören adjuk tovább a lényeget. Szószátjár beszédet, az nehéz megjegyezni. Ellenben egy közmondásszerűen tömör szöveget, tömény szöveget, nagyon könnyű emlékelni. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, ezt egyszer kell csak hallani, ezt nem lehet elfelejteni, nem? Egy példázatot egyszer kell csak hallani, azt nem lehet elfelejteni. Vagy egy olyan mondatot, amit farizeusnak, az előimádkozó farizeusnak, vagy bármilyen, vagy amit Péternek mond, hogy ezen építem fel az én anyaszentegyházamat, ezt nem lehet elfelejteni. Éppen ezért a szóbeli hagyományban rögzült az evangéliumok anyaga. De akkor miért van 4 evangélium? Mert nem beszéltünk a másik pólusról. Úgy mondtam, hogy minden szóbeli műfajnál 2 nagyon lényeges pólus van. Az egyik, aki elmondja a történetet, a másik, aki hallgatja aktívan a történetet. És az aktív hallgató köre, az különböző volt. János például, aki az utolsó evangélista, az első 3 evangélium után legalább még egy emberöltővel későbben, egy 20 évvel későbben írta az evangéliumát, az például tipikusan a görög városi polgárok, Efézus ennek a példája, hiszen ott élt hosszú ideig, gondolkodás módja szerint drámában fogalmaz. Nem is olyan régen jöttünk rá, hogy János evangéliumának a szerkezete, és most kimondtam egy bűvös szót, hogy szerkezete, erre ma nagyon sokat fogok beszélni, az megegyezik a görög drámák szerkezetével. Vannak benne nagy szólók, van benne a népszava, vannak a főszereplőknek a szavai, Jézus szavai, tanítványok szavai, megszólal egy ember a tömegből, és erre mindig ráfelel a kórus, és van egy ilyen állandó értelmező narrátor szerep benne, ahogyan az efézusi drámákban szokott lesz lenni, és ezt azért csinálja János, mert ehhez a gondolkodási formához idomul a kortársak füle. Mert az evangéliumot úgy kell elmondani, hogy a lehető leghatékonyabban. Ugye ezt mindig el szoktuk felejteni, mert mi a Gutenberg galaxis alatt élünk, tudjuk mondani, hogy mi nagyon könnyen előkapjuk a Bibliát, aztán megnézzük benne. De gondolják el az okkor, ez nem így volt. Tekercsekre íródott, ugye erről is az elmúlt alkalommal bőséggel beszéltünk a Biblia, elő kell bányászni, stb. Éppen ezért jól emlékelhető, emlékezetben jól megőrizendő szövegeket kellett mondani, és olyan szerkezetbe kellett elmondani, még egyszer ez a szerkezet szó, ami közel áll ahhoz az emberhez, aki a hallgató. Lukács,
a hellenista kultúra gondolkodási módja szerint gondolja végig az evangéliumot. Azokat a történeteket veszi elő, ami egy hellenista városlakó ember számára döntő. Ez körülbelül az a hallgató közönség, aki a páli leveleket is hallgatja. Ugye kereszténység gyors terjedésének nem az volt az útja, hogy egyszerre megtérte a zsidóság, hanem az volt, hogy volt diaszpora zsidóság szerte a világon. Ugye ezt többször elmondtam a múlt sorozatban, hogy ez kétszer annyi volt, mint amennyi zsidó élt Palesztinában. És ez a diaszpora zsidóság meglehetősen nagy vonzerűt gyakorolt a korabeli pogányságra azért, mert erkölcsileg magasabb szinten áll, mint az a nagyon szünkretista, nagyon visszás, nagyon erkölcsileg meggyengült polgár, aki abban a globális kultúrában, amiben az első század belezuhant, ebben ért. És éppen ezért nagyon sok pogány ember eljárt a zsinagógákba, de a zsidók nem nagyon szerették ezeket befogadni. És Pál jön, apostolok cselekedete, megint Lukács műve, leírja, Pál jön, első prédikál a zsinagógákat, hallják a pogányuk is, hogy bejöhettek az Isten tiszteletre, és a zsidók előbb vagy utóbb, amikor Jézusra tér, az evangéliumra tér, az evangélium szívére tér, akkor elzavarják Pál. És ezek az istenfélő emberek meghívják ezért, 60-es években már többszöröse a pogányból lett keresztényeknek a száma, a zsidóból lett keresztények számánál. Lukács ezek neki. És már, hogy menjünk visszafele, Márk az egy nagyon praktikus ember. Valószínűleg Rómában írta, és az ókori első századi kultúrának az az érdekessége, hogy van egy világkultúra, ami a görög hellenista kultúra, ami kialkult a földközi tengermedencében, és van egy prakticista római kultúra. Ugye végig gondolhatják azt, hogy akkor, amikor a hírközlés, közlekedés, stb. Sokkal lassabb volt, mint ma, a római birodalom el tudta érni azt, amit azóta se senki. Hogy a földközi tenger a római birodalom beltengere lett. Nem? Egy város uralma az egész akkor ismert világföld. Ez úgy ment, hogy van egy nagyon praktikus nép, ez a római nép. Márk Rómába hirdeti az evangéliumot. Pál tanítvány. Páltól azt tanulta meg, hogy azoknak a gondolkodásához kell alkalmazkodni, ahol megszólal az evangélium. És Márk ebből a az evangéliumi hagyományból, ami nem más, mint a sokszor elmondott apostolok által, első szemtanúk által sokszor elmondott evangéliumnak a szóban rögzült formája, már azokat veszi elő, amelyek nagyon praktikusak. Egy rendkívül praktikus evangélium. Van egy kulcsszava, ami 27-szer fordul elő az evangéliumban, ez az azonnal. Ez egy nagyon tipikus szó, azonnal. Ez a rómaiaknak a mentalitása szerint, vérmérséklete szerint való szó. És Máté, hiszen erről fogunk beszélni. Máté a zsidóság szempontjából írja meg az evangéliumát. De hogy gondolkodik szerkezetileg egy zsidó ember? Mert nagyon érdekes, szoktuk mondani, egy magyaros gondolkodási mód. Egy angolnak egészen más a humora, a gondolkodása, nem is beszélve mondjuk egy Európán kívüli népről lehet a japánokat, kínaiakat, indiaiakat mondani, vagy akár az amerikaiakat mondani, akik szintén keresztények. Miben más a zsidó gondolkodás? A sémi logika egy jellegzetes szerkezetben gondolkodik. És hogyha Máté evangéliumát meg akarod érteni, akkor ezt a szerkezetet kell megérteni. Mi ennek a szerkezetnek a lényege? A végén mindenkinek adunk majd egy vázlatot, sőt,
akár most is oda lehet adni, ha körbeadják, és tudnak figyelni közben. Tudnak úgy figyelni közben? Csináld meg. Már egyet elvesz magának, hogy biztos, mert tessenek körbeadni, és közben lehet figyelni a hátvédére is, hogy a százdal. Valakinek már 100 darab van, úgyhogy végére is oda fog érni. Tessenek nyugodtan, egyet kell csak elvenni. Na, ez a szerkezet, közben mesélem, ez a szerkezet tulajdonképpen hogy milyen. A sími ember az nem az elején mondja el a lényeget, sem is a végén. Mi általában ilyen lineárisan gondolkodunk, a rómaiak is így tették. Ez a linearitás azt jelenti, hogy elindulok valahonnan, van egy bevezetés, aztán sorba lépésről lépésre a tárgyalás, és akkor végén eljutok a lényeghez, és ott a kormány. Csími ember nem úgy gondolkodás. Csími ember gondolkodását egy piramishoz lehet hasonlítani. Valahol elkezdődik, megüt egy alaphangot, és tudhatjuk, hogy ugyanoda fog visszaérni. De erre az alaphangra ráépít egy emeletet, aztán még egy emeletet, még egyet, és mikor elér a középponthoz, ott van a csúcs, és ott van az igazi mondani való, és a középpont után fokozatosan, visszafelé, párhuzamosan az eddigi úttal elmondja lépésről lépésre a másik oldalát egy dolognak, még ugyanott fejezi be, ahonnan elindul. Így gondolkodik Máté Evangéliumban. Ha körbe ér majd a egész, akkor majd egy kicsikét ezt meg is mutatom, hogy hogy is van ez Máté Evangéliumában, de addig, amíg körbeadják, hadd mondjam el, hogy ki is volt ez a Máté. Tele van a címben, hogy vámszedő. Most a vámszedőt mi derék Fináncnak gondoljuk el, aki ugye szürke ruhába áll, és az útlevél vizsgálat után kutorászni szokott a bőrönbe, ugye még ez a szocialista vám, most gondolunk el. Erdély László kollégám itt van, most köszönöm, körülök neki, egy pár ilyen támos kalandot átéltünk a lengyel-szlovák határon, német-szlovák határon, úgyhogy tudnánk mesélni napesti ilyen vámos kalandokra. Az októberben nem ilyen volt a vámos. Kapernaumi vámszedő volt már. Kapernaum, most elmagyarázom, hogy hol van, egy város volt Izraelben, méghozzá a galileai tengert elképzelik, galileai tavat pontosabban. A Jordán befolyik a galileai tengerbe, és aztán déli részen kifolyik, azért mutatom így, mert nagyon-nagyon kanyargós folyó a Jordán, nagyon nagy az esés, és rengeteg törmeléket hoz a Libanonból. És belezuhan ez a Jordán a holtengerbe. Kapernaum ott van, ahol a galileai tengerbe befolyik a Jordán. Pontosan a Jordánnak a jobb partján. Tehát, hogyha a Dunát nézzük, akkor mondjuk a budai oldal. És ez egy határváros volt. Hogy határváros kérdezik. Ez úgy volt határ találótán, Palesztina négy részre oszlott szét. Jeruzsálemet, a szigeit, azt a rómaiak provincián tekintették, helytartók ülnek oda, ugye Pilátusról mindenki tudja, hogy ő ott a helytartó Jézus idejében, és a többi részt pedig felosztották negyedes fejedelemeknek, Herodes örököseinek. Az egyik negyedes fejedelem az nem volt más, mint Herodes Agrippa. Ez az az Agrippa király, tudjuk, hogy apostolok cselekedetei. Ennek a szolgálatában állhatott Máté. Máté lényegében vámbérlő volt. Ha pontosan lefordítjuk ezt a szót, ez azt jelenti. Vámbérlő. Ki volt a vámbérlő? Egy utált személy. Miért volt utált személy egy vámbérlő? Nagyon egyszerűen azért, mert a vámszedésnek az volt a rendje, de ezt ne árulják el az adóhivatalnak, mert képesek bevezetni. Hangosabban, köszönöm!
hangosabban fogom beszélni. Szóval a vám bérlő az egy olyan valaki volt, aki árverésen egy évre megvette a vámszedés jogát. Ezt úgy csinálták, hogy megbecsülték, hogy mekkora a vám forgalom, és azt mondta mindenkori hatalom, ebben az időben ez a Herodes, hogy ide teszed a pénzt, és aztán beszeded a vámot, hogy egy picit többet szedsz, az a te fizetésed. Ebben a pillanatban a vámbérlőnek az lett az érdeke, hogy még mindent leszedjen az emberről, hadd nem mondjam, hogy mindest a bőrét is legyen. Éppen ezért Izrael árulójának tartották a vámszedőt. A megtérési történetét maga Máté mondja el az evangéliumának a 9. fejezetében. Én most nem olvasom ezt el, hanem házi feladatot feladom, tessenek elolvasni. 9. fejezetnek a 9. versétől lehet olvasni egészen. Nem baj, hogy az egész 9. fejezetet elolvasni. Jézus visszajön Kapernaumba, maga városába. Tudni, Jézusnak az illetőségi helye Kapernaum volt. Hogy miért, azt is a Máté evangéliumából megtudhatják a 4. fejezetből, és ott is megkereshetik a verset, már sem mondom el, mert minden nem lehet elmondani, hogy nem lapozzák a Bibliát, és különben is arra kérem majd magukat, jövő héten hozzák a Bibliájukat, mert lapoztatni fogunk derekasan, és azt is meg kell tanulni, és irodalomról úgy, hogy nincsen előttem a Biblia, nagyon nehéz beszélni. Szóval, Kapernaum egy határváros. És Máté ott ül a vámos asztal mellett, és szedi a vámot. Mindenkit megbotránkoztatni. Az okoskodó farizeusokat, akik Jézusba bele akarnak kötni, épp úgy, mint a tanítványokat, akik kihúzva a magukat, azt mondják, hogy micsoda nagyszerű mesterük van. A bámuló tömeget épp úgy, mint a vádaskodó farizeusokat. És akkor kiderül, hogy Jézus pontosan ezért az emberért jön, mert Jézus mindig átlát a vámos asztalon. És ezt jelképesen tessék venni. És Máté ott hagy minden, Jézus tanítványa lesz, minden tanítványi jegyzékben megvan a neve. Miért Máté, és miért nem Lévi? Mert egyik evangélium a Lévi van, csak Máté evangélium használja ezt, hogy Máté. Ezt a nevet. Ezen sokat törték a fejüket, ugye az ókortól kezdve, egyházatjáktól kezdve mindenki. Azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb a megoldás, mint gondolnánk. Az ókori embernek a névhez való viszony az más volt, mint a mi névhez való viszonyunk. Elgondolható az is, hogy Jézustól kapta ezt a nevet, Máté, a Lévi helye. Tudni, hogy ez a Máté egy nagyon szép beszélő név. Vissza kell fordítani arámra, ahogyan Jézus korában beszéltek az emberek, és hogy arámra visszafordítom, akkor három értelme is van ennek a szónak, attól függ, hogy mit tekintek gyöknek. És ez nem egyértelmű. Na most, azt tudjuk, hogy az első században szerették az ilyen sokarcú nevet. Ezt úgy hívták, hogy sokarcú nép. Mert ha Mátét a Nátán szóból vezetjük le, bizonyos nyelvtan, most hadd ne mondjam el a az arám nyelvtannak a csodálatos kategóriáit, mert eltetszenek szaladni haza. Szóval, hogyha a Nátánból vezetjük le, akkor ez Jahvé, tehát Isten ajándéka. De lehet, hogy ez Emuna szóból származik a Máté, mert így is levezethető nyelvtanilag, akkor ez azt jelenti, hogy Jahvé, vagyis Isten adja. De a legvalószínűbb az, hogy az emunának a másik értelméből, ami azt jelenti, hogy hívő, aki bízik Istenben, ebből jön, és akkor Jahvéban hívő, vagy Jahvéban bizakodó. Ez lenne az értelme. Ez egy gyönyörű, szép üzenet, nem? És Máté ezt a nevet használta, később az egyházatják is így emlegetik, és az életéről nem sokat tudunk. Ha a régi keresztény hagyományoknak hinni lehet, és miért ne lehetne hinni, akkor
Palesztinából, amikor jön a nagy üldözés, az apostolok cselekedete leírja, hogy a tanítványok szétfutottak, akkor Etiópiába megy, gondoljuk a szerecse, kony, története, stb. Etiópiában nagyon hamar voltak keresztények, Etiópia volt az első, ahol a Római Birodalom határai kívüli keresztény kultúra kialakult, utána jöttek az örmények majd. Arábiában és Perzsiában is járhatott ez a Máté. Nem tudjuk, hogy mikor halt meg. Ennyit tudunk Mátéra. De az evangélium az ránk maradt. Azért maradt ránk ez az evangélium, mert így lesz teljes az az evangélium paletta, amit a négy kápolnai evangélium tesz. Itt az evangéliumnál, ugye Judás evangéliumáról mindenki hallott most már, de óriási szenzáció volt, ez egy álszenzáció, ez a könyvterjesztők szenzációja, tudom, mi lehet eladni a könyvet. Én már nagyon régen jártam teológiára, jaj, de régen volt. De már az én atyáim is tanulták Judás evangéliumát, de most találták ám ezt meg, hanem egy kopt változatot találtak, de azt is már akkor, amikor Amerikában voltam, ez 79-80-ban már akkor is szakállas volt, csak most adják ki, és ezért kell egy kis reklámot, hírvelést csinálni, és azt mondják, hogy ez az igazi evangélium. És gondolják el, ez pontosan olyan, hogy a négy kánoni evangéliumról tudjuk, hogy az első században keletkezett, Júdás evangéliumáról tudjuk azt, hogy a második század legvégén keletkezett. Hogy lett ez az eredeti evangélium, mikor az első században a régebbi evangéliumok más mondanak. De ez nem lényeges még. A leglényegesebb az, hogy tudjuk is, hogy miért olyan a Júdás evangélium, és miért Júdás evangélium ez. Azért, mert a második század közepén erről egy külön előadást tartottam annak idején, ezt most csak említem, mert ezt úgyis megkérdezik mindig. A második század végén, amikor a gnózis jön, és a gnózis az nem tudja elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus testének. Ez nem fér bele. A gnosztikus az úgy gondolkodik, mint a platonista, ezért új platonizmus, gnosztikus új platonizmusnak szoktuk hívni. Plátó ugye azt mondta, hogy a test valami nagyon rossz, mert a lélek börtön. És akkor jött a modernista atyafi, a második század végén, és azt mondták, hogy a Júdás az igazi szent. Hozzásegítette Jézust, hogy a lelke kiszabaduljon a testéből. Ez teljesen idegen az új szövetségtől. És az egész Bibliától. Most ez egy nagyon érdekes egyháztörténelmi emlék. De nem ez az evangélium. Ez egy evangélium hamisítvány. Egy Rembrandt képet, ahol múlt században festettek, hogy biztos nem Rembrandt festett. Ez körülbelül ilyen. Na de menjünk vissza Mátéhoz. Máté a zsidók szempontjából mondja el a Jézus történetet, hiszen Jézus igazán csak a zsidók gondolkodása szerint érthető meg. Biztos, hogy nem Máté evangéliuma volt az első időbeli evangélium, valószínűleg már volt ez. Ezt nagyon sok érv mutatja, most ezt nézzék el nekem, hogy nem mondom el ezeket az érveket. Mégis ez kerül az egész új szövetség élére. Miért? Mert az új szövetség az ószövetség nélkül értelmetlen. Nem lehet kihagyni az ószövetséget, mert értelmetlen az egész. Most Máténak van egy kulcs mondata. Nagyon sokszor előfordul az, hogy beteljesedjék az írás. Igaz? És Máté olyan olvasókat tételez fel, akik otthon vannak az Ószövetségben. És ezek az olvasók, akik otthon vannak az Ószövetségben, ezek tudják ellenőrizni azt, hogy nem csak hitelesen mondja el a Jézus történetet Máté, hanem a Jézus történetben az Ószövetség lényege van. Máté evangélium úgy tekinthető, mint az Ószövetség összefoglalása. És egy nagyon érdekes formai szempontra is hadd utaljunk, mielőtt a szerkezetet elkezdenénk, hogy ha megnézik, az első század nagyon szereti a párhuzamot, hogy Lukásnál ezt elmondtam, sok helyen nyomon lehet ezt kísérni,
Ha megnézik, Máté Mózessel állítja párhuzamba Jézus. Mózes, amikor született, halálos veszedelembe kerül. Jézus, amikor megszületik, gondoljanak a betlehemi gyermekgyilkosságra, ez csak Máté írja. Nem mintha Máté találta volna ki, hanem azért írja le, mert ez a többi evangélista szempontjából nem olyan érdekes, de Máténak igen. Honnan menti meg Isten? Hogyan? Mózes az egyiptomi fáraó leánya menti meg, Jézus, Mária és József Egyiptomba menekíti, nem? Igen ám, amikor Heródes meghal, kijönnek Egyiptomból. És mi történik a zsidókkal? Átkelnek a vörösre. Az Új Szövetségnek egy állandó tipológiai párhuzama, Jordán, Vörös-tenger. Ott is át kellett kelni. Hol keresztelkedik meg Jézus? Jordán. Igaz? Jordánból hova megy Jézus? Vörös-tenger után hova mentek a zsidók? A pusztába, nem? És hova megy Jézus? A pusztába. És mit kerestek a zsidók a pusztába? Hát a 40 év megpróbáltatást. Mi történt Jézussal a pusztában? 40 napig megkísértetett, ugye? 40 nap végén megkísértetett. Megint ott a 40-es szám. És a pusztának mi lett a lényege? A Sínai hegy. Van az Új Szövetségre Sínai hegy? Hogy a hegyi beszéd hegy? Jövő héten beszélünk majd róla. Végig ez a párhuzam ott van. És ez egy nagyon érdekes ókori gondolkodási forma. Sok ilyen van. Plutarkhosz párhuzamos életrajzot, gondoljanak csak el. Máténak a logikájában ott van ez a párhuzam, de nem csak ez, hanem a zsidók módjára gondolkodik, és most már mindenkinek a kezében van a papír, vagy hogy nem mindenkinek a szomszédjátékos kártya. Milyen ez a szerkezet, amit úgy hívunk, hogy kiasztikus szerkezet. A ki az egy görög betű, az így néz ki, mint egy ilyen pozitív X. Ez a ki. Azért kiasztikus szerkezet, mert a, olyan, mint a homokúr, a tetejének lajja, elvezet egészen a központig, ott a mondani való. Na most nézzük ezt, hogy hogy van. Ezt persze nem tudtam ilyen szép piramidra felírni, ezért még teljesen ütöttem a számítógépen sorokat, és elnézést kérek. Ugye úgy kezdődik, hogy az inkarnáció az ellenállások közepette. Az inkarnáció az egy teológiai kifejezés, Jézus megszületése az ellenállások közepette. Ez Jézus missziójának a kezdete. Ez az első négy fejezet. Ezt mondtam, mert tulajdonképpen az egyiptomi párhuzama. Most a Máté evangéliumát megnézzük, az az érdekessége, hogy ezt a párhuzamot nagyon könnyű észrevenni. Tudnék, Máté az úgy csinálja, hogy először elmond egy történetblokkot, utána egy beszédblokkot. Akkor erre a beszédblokkra felel egy történeti blokk, és erre megint egy beszédblokk következik. Ezt én úgy különböztettem meg, hogy a beszédblokkok dörbetűvel vannak, a történeti blokkok pedig álubetűvel vannak. Utána következik a boldog mondások, ugye a hegyi beszéd, amelyek az a lényege, hogy közel van az Isten országa. Na most, utána megjön egy történeti blokk. Jézus lejön a hegyről, és az a nagy kérdés, hogy kicsoda ez a Jézus? Mindenki ezt kérdezi. És utána a 8.-9. fejezetben 10 olyan történet van, ahol Jézus Krisztus messiási hatalmát megismerhetjük. 10 darab történet. Mindegyik arra felel, hogy kicsoda Jézus. Mindegyiknek az a célja, hogy meghívásokat adjon át az embernek. Ezután természetesen most Máté logikája szerint egy beszédblokknak kell következni, és ez Jézusnak a missziói küldő parancsa. Amikor az emberek megtudták, hogy kicsoda Jézus, vagy megtudhatták, hogy kicsoda Jézus, utána fogja Jézus és elküldi a tanítványait,
hogy mondjátok el az embereknek azt, hogy jön a missziói küldőparancs. Tanítvány visszajönnek a missziói küldőparancsok után, és kialakul az evangélium konfliktusa. A zsidók, akik közül Jézus született, megvetik Jézust. Az övéi megvetik őt. És fokozatosan egy konfliktus helyzet sor visz egészen a 12. fejezet végén. Most jutunk el a csúcsra. Jézus azt mondja, hogy az ő szolgálatának a lényege az, hogy Isten ország. És ezt egy pillanatig meg kell magyarázni, mert a kereszténység sajnos a jövőben számít az Isten országát, és ez óriási baj. Ez egy közös keresztény hibá. De az Isten országa majd egyszer el. Jézus nem így beszél az Isten országáról. Elsősorban ez az ország szó, ami úgy van görögül, hogy bazilea, és nem jó fordítás, mert az ország alatt mi mindig területet értünk. A bazilea alatt a görög ember nem területet értett, hanem uralkodási formát. Tehát Jézus Krisztus itt arról beszél, hogy milyen az ő uralkodási formája, ez az Isten országa. Ezt így mondanánk mai szóval. És ezt hét példázatban mondja el. Most az érdekesség az, hogy ez a hét példázat is, meg még sok minden más, a helyi beszélünk, ugyanilyen szerkezetben készül. És ez a csúcs azért izgalmas, mert ott van a 13. fejezetnek egy külön magyarázata ugyanígy, hogy a magvető, búza, konkony, mustármaga, kovász a központ, aztán a szántóföld elrejtett, igaz, gyöngyös a háló. Ezt egy epilógus fejezi be, és egy prológus kezdi el. Ez is egy tökéletes, ilyen kiasztikus szerkezetű, központi szerkezetű, illetve mondani, alapulat. Majd erről rögtön beszélek még. Most nézzük tovább az egész evangélium szerkezetet. Eljutottunk a csúcsra, hogy mi Jézus Krisztus uralkodási formája, és jövünk visszafelé lépésről lépésre. Nézzük csak meg. Úgy jelöltem a rajzon, hogy most nem az elkövetkezik, hanem az elvesző. Mi volt az e? Az az, hogy az övéi megvetik őt. Mi az elvesző? Tanítványok felismerik őt. Tetszik látni? Rímel, méghozzá ellentétesen rímel. Ahogyan megvetik a zsidók, úgy ismerik fel a tanítványok, itt van a híres mondás, hogy nem test és vér jelentette ki néked ezt, hanem az én atyámnak lelke, ugye mondja Péternek az Úr, amikor azt mondja Jézus, hogy erre, nem Péter személyre, hanem erre a hitvallomás, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, építem fel az Anya Szent Egyházon. Úgy itt a történeti csúcs. Az övéi felismerik őt, mert ugye úgy kezdődik ez az egész, hogy engem kinek mondanak az ember? Mondják ennek, annak van. Jézus rövidre zárja, és ti kinek mondtok engem? Itt van a drámai csúcspont. Az övéi megvetették őt, ugyanakkor a tanítványai pedig felismerik őt. Természetesen a történeti szakasz után jön egy beszédszakasz. A missziói küldőparancsnak van egy párhuzama. A gyülekezeti együttélés parancsa. Hogy kell megélni a Krisztussal való és egymással való közösséget, ezt mondja el a 18. fejezet beszédgyűjteményében. A beszéd után természetesen következik megint egy történeti szakasz, ami megint párhuzamos a C-vel, tessék megnézni az ábrát, ezért osztottam ki. Cénél az volt a kérdés, hogy kicsoda Jézus, és meghívások hangzottak el. Itt is az a kérdés, hogy kicsoda Jézus, és ugyancsak meghívások hangoznak el, de párhuzamosan, egy magasabb szinten. Ez olyan, mint hogy egy szerpentinen mennénk, és ugyanoda a ponthoz érünk, csak egy emelettel magasabban. Nagyon érdekes összevetni a kettőt, majd meg fogjuk csinálni. Utána természetesen megint egy beszédszakasz következik. A hegyi beszéd párhuzamosan. Hegyi beszéd hogy kezdődik?
boldogok, boldogok a lelki szegények, boldogok, 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 és van 8 boldogság. Természetesen ez az utolsó beszédben 8 jaj szóval hangzik el. Jézusnak a nagy ítélete a formális vallásosság felé. Ahogyan a hegyi beszéd az új szövetség sínaia, ahol meg lehet érteni a törvény, ugyanúgy ez az utolsó beszéd pedig azt mondja el, hogy mi a baj a farizeusi törvény nyeskedéssel. Mi a baj a farizeusi törvényeskedéssel? És természetesen, ahogyan az Ószövetséget megvilágítja a hegyi beszéd, úgy az új szövetségi korra Jézus nagy profétai beszéde világosságot ad. Ahogyan megmondja a Jézus követésének az etikáját a hegyi beszéd, ugye a Krisztus várás etikáját mondja 7 példázatban, Máté Evangélium a 24. fejezetének 32. versétől a 25. fejezet végéig ez a nagy beszéd. Ezt is majd megvizsgáljuk, tökéletesen párhuzamos a két beszéd. És mivel történeti része kezdődött, ezért az áveszült, ha megnézzük, a megtestesülés történetének az ellentét a szenvedés történet. Jézus missziójának kezdete után a tanítványok missziójának a kezdete van. És tessék megnézni, hogy kezdődik ez az evangélium? Jézus nemzetségi táblázata van, ez a zsidóknál fontos, mert ez a személyi igazolvány. Tudni, ez a nemzetségi táblázat nem az, ami a mostani nemzetségi táblázat, ez csak egy ilyen leszármazási vázlat. Ezért ezt a gyerekekkel, minden ilyen rendes gyerekkel megtanították, megkérdezték, édes fiam, ki fia borja vagy, ahogy szokták még régen népiesen mondani, akkor elmondta a nemzetségi táblázatát a gyerek. Ez volt az első, amit megtanult. Ugyanígy van ez Jézusnál is, Jézus nemzetségi táblázatát közli Máté Evangélium, mert a zsidóknak ez az izalom, és ott kezdődik, hogy egy ószövetségi proféciát idéz az angyal Józsefnek, aki el akarja bocsátani titkon a várandós Máriát. Izaiás proféta könyve 9. fejezet. Ez az Immanuel jövendő. Mit jelent az, hogy Immanuel? Velünk az Isten. Ez teljesedik Jézusban. És hogy fejeződik be? Mi az evangélium utolsó vers? Ti miért? Ti veletek vagy minden napon? Világ végezett. Itt tetszik látni, hogy rimmel. De mi van a közében? Ha most egy két példáról nézünk, az előbb már utaltam rá, és nem mondom el, hogy hogy párhuzamosak a példázatok, elmondanám szívesen, csak a idő vészesen telik, és még valami feltétlenül el kell itt mondani. A kovászról szóló példázat van középen, az egész evangélium közepén. Miért? Hogy van bennünk az Isten? Hogy lehet igaz az, hogy Jézus, aki meghalt és feltámadott és felment a mennybe, bennünk van a világ végezet? Válasz? Kovász. Kovász példázat egy nagyon egyszerű példázat, egy vers csak. Az az, hogy veszi a kovászt, és mit csinál? Azt egyszerűen mondani, hogy beleteszi a tésztát, hogy belekeveri a tésztát, mindenket itt hallottam, de nem ez van a görögben. Magyar fordításban. Hanem az van, hogy belerejti. Ez így van görögül, hogy enkripto. Kriptóról ugye tetszenek hallani, ez közhasznú idegen szó lett, a rejtettet jelent, ez en az a bandán. Belerejti. Hogy? Hát akik még emlékezünk arra, hogy nem csak a kenyérbódba termett a kenyér, hanem a mama dagasztotta otthon a finom kenyércébe sült kenyér, csak még egyszer elemlik. Igen? Látványtépséget, az összeset odaadnám érte. Szóval azt tudja azt, hogy nem rejtették ezt a kovászt, hanem belekeverték. Nem tudott Máté jól görögül? Nem. Az ilyen váratlan szavak, ezek mindig árulkodnak valamit. Hogy van jelen az Isten országa a mi életünkben?
Hogy igaz az, hogy Immanuel velünk az Isten? Hogy igaz az, hogy én itt veletek vagyok minden napon a világ végezeték? Válasz az, hogy enkültó. Mint hogy a kovász a tészta. Ez az a nagy feszültség, ami ebben az evangéliumban van. És hogy ezt végig tetszenek gondolni, akkor az evangélium nem úgy van ám, ahogy sokszor gondolják az emberek, hogy hát a Máté ült valahol, az egy bábszedő volt, hogy egy ilyen bunkó pénzügyi ember, és akkor ami eszébe jutott, csak úgy össze-vissza leírta. Tessék ezt végig gondolni, ez egy szigorúan szabályos szerkezet, azért, hogy könnyű legyen megjegyezni. Mi tetszik könnyebben megtanulni egy verset, vagy pedig mondjuk a Magyar Nemzet vagy a Népszabadság vezércikkét? Bárcsember is vagyunk azért. Egyik vezércikket sem lehet megtanulni, nagyon nehéz. Nyár István most már tetszett ismerni múlt hétről, csodálatosan tud verset és prózát mondani. Megkérdeztem tőle, hogy István, mi a könnyebb? Azt mondja, egy verset, körülbelül meg tud tanulni, mert rutinja van, előadó művész, rutinja van, azt mondja, ezt meg lehet tanulni egy-egy óra alatt egy jó hosszú verset. És egy prózát, ahhoz hónapok kell. Könnyebb emlékelni a verset. Miért? Mert van szerkezet. És ez a szerkezet, ez úgy alakult ki, hogy ezt Máté nagyon sokszor elprédikálta. Máté tanítványai nagyon sokszor elprédikálta. Most valami hadd mondjak el. Ez az evangélium úgy 65 táján, most újabban inkább 75 tájára vagy 80-ra szokták tenni, teljesen mindegy, hogy mikor íródott. Én a 65 táján észszerűnek tartom, de ezt hadd nem engem, mert ugye csúnya filológiai következtetés. Amikor megszületett ez az evangélium, előtte gondolják el, hogy hányszor prédikálták ezt végig. A múlt században egy Ferdinand Christian Bauer nevezettő gentleman, Tübingeni teológiai professzor volt, többek között Engels elvtársnak volt a teológiai professzora, nem tudnánk, Engels elvtársnak teológiai doktorátusa volt. Csak ebben mi teológusok nem szoktunk dicsekedni. De ez így volt. Szóval ez a Ferdinand Christian Bauer, aki egy nagy liberális teológus volt, azt mondta, hogy ez az evangélium nem lehet Máté evangéliuma, túlságosan objektív. Jellegzetes a tudatlanság emögött. Az 1820-as években nem tudták még, hogy mi az, hogy folknarratív emlékezés. Egyszerűen tudni, hogy a legkeményebb anyag mi csoda? Ezt a pedagógusok tudják. Nem, hogy én van. Úgy hívják, hogy az emberi agy szürke állománya. A pedagógusok állandóan küzdünk vele. Nem? De ha egyszer azt oda bevésték, mondok egy nagyon szép magyar példát. Erdély Zsuzsa, azt mondanám, ha kérféle nagy atyai jó barátom, anyai jó barátom. Zsuzsa néni, aki ugye Herder díjas, a legnagyobb folkloristánk, ő nem tanult sohasem folklor. Hanem hát ő olasz, magyar szakos tanár volt, mivel kiváló olasz is volt, ezért 1947-ben a római nagykövetségnek lett a kulturális attaséja, aztán ugye ér a fordulatére, kirúgták, ott van állás nélkül, van egy férje, négy gyereke, férje tüdőgyógyász, a tüdőgyógyászok sose kaptak nagy orravalót, el kell tartani a négy gyereket, elmegy munkát keresni. Nem kisebb ember, mint a Lajta László azt mondta neki, Zsuzsa, itt egy magnó, akkor ez egy görönt volt, itt egy magnó, erigy el Somogyba népdal gyűjteni. És a Zsuzsa elment. Kívül katolikus asszony,
eljött a vasárnap, elment a templomba. Szállásodónője, az így nézett rá. Ez templomba jár. És akkor hazajöttek, hogy csodálkozva külön finom ebédet adott neki. Hát maga tényleg vallásosnak tetszik lenni, mondta a szállásodónő. Igen, azt mondja, hogy hiszek Istenben. Azt mondja, és imádkozni is szokott. Azt mondja, én is imádkozhatok valamit magának. És egyszerre csak felhangzott egy olyan ima, ami maga a csoda. Ebből még egy műfaj lett, azóta helyet hágék lőtött lépékcím kötetnek, most már a harmadik kiadtását jelentette meg a Kaligramma kiadó, ez egy pozsonyi kiadó, ilyen vasnak. Fejre esik egy macskának, ez kívül, biztos. Mert mi a csoda? Elhangzott egy 14. századi szöveg. Zsuzsa nem hitt a szemének. Azt mondja, édesként bekapcsolhatom a magnót. Hát, azt mondja, nem tetszik megmutatni a plébános úrnak, akkor igen. Ezt a plébános úr nem tudhatja. És akkor felvette ezt a szöveget. És tudnak még ilyen? Ó, persze! És elmondott 27 ilyen imád. Azóta már több század is van. Zsuzsa visszajött Pestre. És elment a Pajzs Dezső professzorhoz, aki viszont valamit a magyar nyelv történetről tud, akkor ezt a nevet Pajzs Dezső ismer. Megnyomta a gombot, és lejátszott. Pajzs Dezső jártán kezdett a szobára, én ismertem az öreg urat. Jártán kezdett oda. Zsuzsa! Maga velem hülyét járat! Azt mondja, ez nem lehet! Ez tökéletes 14. századi szöveg. Valaki valakinek betanította, hogy engem itt félrevezesse. Nem professzor úr, mondta Zsuzsa. Ez így hangzott el. Azt mondja, ez lehetetlen! Olyan szavak vannak benne, amit a réges-régen, a 16. századtól nem használunk. Megőrizte az emberi agy szürke állománya. Anyáról leányra. Mindig a nők tudták. És miért mondtam el ezt a történetet? Ma nagyon divatos, hogy jó, igen, hát az evangélisták így mondták, úgy mondták, biztos rosszul mondták, stb. Képzeljük el ezt. Van ez a szerkezet. Elmondtam. Itt nem én találtam ki, tessék megnézni a Bibliába így. Vannak a stabilan megőrzött történetek. És van egy gyülekezet, aki emlékezik. És azért emlékezik, mert vannak emberek, akiknek a szívében ott az evangélium. Belerejtve úgy, mint az evangélium csúcsán, kovász, a tésztán. Na hát ez az evangélium, és erről fogunk beszélni következő alkalommal is, és elmegyünk majd a hegyi beszédre. A hegyi beszédnek legalább ugyanilyen szép szerkezete van, és megnézzük, hogy mit mond a törvényről a hegyi beszéd. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet, és ha van